Ünnepi díszbe öltöztetett főtér, ám csak néhány szemlélődő. Színpadi műsorok híján csupán az adventi koszorún égnek a gyertyák. Vasárnap a harmadikat gyújtják meg, közeleg az ünnep, amely azonban az idei évben meglehetősen sajátosnak ígérkezik. A dunaújvárosi járókelőket kérdeztük, hogyan töltik majd az ünnepet. Rokon látogatás meg ilyesmi most egyelőre nem lesz. Majd jövőre, ha sikerül, akkor nyilván majd kicsit bővebb lesz ez az egész. A legtöbb megkérdezett szűk családi körben ünnepel. Várom a családot, és úgy szokott lenni, hogy egyik este az egyik gyerekemnél, a másik este a másik gyerekemnél szoktam ebédezni. Szenteste, mivel a lányom az közel van, szinte szembe lakunk egymással, azt ott szoktam lenni. A vélemények egyöntetűek voltak. Elsősorban a rokonság közelségén, és nem az ajándékokon van a hangsúly. Túl nagy ügyet nem csinál a családom ebből, tehát nem vagyunk ilyen vásárlási mániákusok. Inkább családi kör, a szeretet, nyugalom. Tehát nagy dolgokat nem csinálunk. Most különösen nem lehet menni sehova. Úgyhogy otthon, családi körbe, békésen. A legtöbben saját érdekükben betartják a járványügyi óvintézkedéseket. Úgy néz ki, hogy most itt ez mellett a járványhelyzet mellett itt azért a családoknak a találkozása, meg stb. Azért bonyolultabb dolog lesz. Lehet, hogy nálunk is ez lesz a probléma, hogy most ezt elhalasszuk, hogy jövőre tudjunk ünnepelni. Az idén lehet, hogy nem fogunk közösen ünnepelni, de akkor jövőre legalább biztosan igen. Mert ugye most már úgy néz ki, hogy ott tart a helyzet, hogy bárhol, bárkitől, bárki bárhol elkaphatja ezt a vírust. Úgyhogy nem pánikolok, nem hisztizek, de komolyan kell venni a dolgot. Volt, aki elsősorban kora miatt ünnepel kizárólag közeli hozzátartozójával. Én 85 éves vagyok, mi már különösebben nem készülünk, meg a gyerekek sem mernek majd jönni, úgyhogy szépen szűk, zárt körben eljön be kettesben. December 13-án az adventi készülődés egyében a Városháza téren és a római városrészben a koszorúna harmadik, az öröm gyertyáját gyújtják meg.